A Magyar Református Szeretett Szolgálat évek óta rendez nyári táborokat nehéz sorban élő magyar és határon túli magyar anyanyelvű gyerekek számára. A második nyári turnusban hétfőtől 50-en pihennek a Levelekitó partján. A 8 és 12 év közötti fiatalok sportolással, strandolással töltik napjaikat, de a szervezők a szellemi gyarapodásukról is igyekeznek gondoskodni. Ennek jegyében hívták meg az olimpiai bajnok vízilabdázót, Steinmetz Ádámot. Most zajlik az olimpia, ezt a gyerekekkel már megbeszéltük az előbb, és az Ádám egy példakép mindannyiunknak, nekünk is. Olimpiai bajnokkal beszélgetni, azoknak, vagy neki példát mutatni az itt lévő gyerekeknek, ez óriás és nagyon fontos dolog, és én azt gondolom, hogy mindannyiunknak szükségünk van egyszer élőben találkozni olyan emberekkel, akikre felnézünk, akiknek drukkalunk, akikért odaadjuk a szívünket, lelkünket, hogy eredményt hozzanak, és ezeknek a gyerekeknek meg kell tanulni minél korábban, hogy a sport is egy csodálatos dolog, drukkolni is jó, végezni is a sportot, és anélkül nincs is teljes igazán valódi élet, hogy tulajdonképpen ne legyen valaki a közelükben, aki sportoljon, aki tanítja őket sportra is mellette, hogy azért sok-sok minden tanulni való van és kötelezettség, ez mindig felszabadító érzés. A 2004-ben Athénban olimpiai bajnoki címet szerző, a Vasvegy színeiben még ma is aktív vízilabdázó, pályafutása alatt szerzett tapasztalatait átadva igyekszik kedvet csinálni a fiataloknak a sportoláshoz. Ők meg nem láthatták, amikor én olimpiai bajnok lettem, tehát valószínűleg ők nem ismernek engem, ettől függetlenül többször tartottam már igazából előadást még ilyen fiataloknak is. Általában nagyon szerényen szokott ez kezdődni, aztán belemelegszenek, de én úgy gondolom, hogy fogok tudni egy-két olyan fontos dolgot, amit tényleg útra valóul, és el tudnak vinni magukkal, és akár az életüket egy pici plusszal tudom befolyásolni, akkor már megérte eljönnöm. Steinmetz Ádám elmondta, hogy a közvélemény a hagyományokhoz híven érmeket, lehetőség szerint aranyérmeket vár az olimpián szereplő női, illetve férfi vízilabda csapattól. Az olimpiai bajnok reményei szerint a pólósok a dobogóra állhatnak majd Rióban.